Sziasztok! Eljött a következő videó a lítium aksipakról. Ugye, bár azt ígértem, hogy bent van az autóban, de közben kikerült, majd mindjárt kitérek rá, hogy miért, vagy pontosabban majd megláthatjátok azt a kis tesztfázist, egy-két tesztet, amit sikerült végrehajtani vele, de erről majd később meglátjátok, hogy milyen dolgok jöttek közbe. De most legelőször is engedjétek meg, hogy a kommentekre, egy-két kommentre, meg kérdésre, amikre nem válaszoltam a YouTube-on, mert jött több ugyanaz is, és nem akartam mindenkinek egyesével válaszolni. Természetesen tudtam, hogy fel fogjátok tenni ezeket a kérdéseket, de gondoltam, majd egy videó keretén belül megválaszolom így mindenkinek, ahelyett, hogy ugye így egyesével fejteném ki, meg írnám ott le. Az első és legtöbbet megkapott kérdés az természetesen az volt, hogy honnan vettem és mennyibe került. Természetesen ez egy fontos szempont, mind a megterülésnél, hogyha össze szeretnénk hasonlítani az ólomsavassal, ugye, hogy élettartalom, árérték arányban, hogy is járunk jobban, de talán majd erről valamikor később, ennek után tudtok nézni is. Lényeg a lényeg, hogy a négy cella, ugye az AliExpress-től lett vásárolva, majd ebbe a videóba be fogom rakni a leírásba a linkjét magának a cuccnak, még mindig megvan. Mikor én vettem, 168 ezer forintot fizettem érte, most ilyen 511 dollár körül árulják, azt hiszem, hogy akkor még 600 volt, de valamikor azt még februárban rendeltem meg, és ugye azt tudni kell a dologról, hogy hát négy hónap biztos volt, mire ért, azt hittem, hogy nem is fog megérkezni. És ugye az aksipakhoz két dolog kell, tehát kell még a BMS is, ezek közül több verzióba választhatunk, nyilván attól függ, hogy mire szeretnénk használni. Ugyanis a BMS-eknél, tehát körülbelül ebből a Deliből, amit én vettem, mindegyik tudja ezt a smartos történetet, legalábbis az újak, tehát a smart BMS, hogy ugye látott telefonon, hogy mit csinál a dolog, tehát hogy mennyivel tölt, meg ilyesmi. Viszont vannak sokkal kisebb amperűek, ugye ez 125/250-es, tehát 250 ampert tud leadni, és 125-tel tudod rajta keresztül tölteni. Ez 50 pár ezer forintba került, itt szaklik púder a Bluetooth modullal, meg minden, mert ezek még mind opcionális kiegészítők hozzá, de ez így benne volt a pakban, olyan potom 55 ezer forintért. Azt mondja, hogy hát is igazából ennyi, tehát 168 órán 170 meg 55, tehát ilyen 230 ezer forintba állt meg a pak. Hát ugye erre kellene vámot is fizetni, ugye kérdeztétek, hogy mi újság a vámmal, szállítással. Következő volt a helyzet, hogy hát megúsztam ennyi röviden. Tehát a BMS az viszonylag hamar megérkezett, és arra nem, tehát ideért vám nélkül, ez egyébként még a mindenre vámot kell fizetni erőszak előtt volt. Az aksi az éppen akkor ért ide, még előtte, viszont amennyiben a nyomköv vagy, amire láttam a nyomkövetést, ugye Oroszországon keresztül hozták be vonattal valószínűleg, tehát Kínából szárazföldön, gondolom mivel nem lehet, vagy nem nagyon szeretik ezeket a lítium dolgokat így repülőn szállítani, meg ugye elég nehéz is volt, tehát 20 kiló, mondjuk nem, mintha a repülőt nem tudták volna elhozni. De mostani világban ugye bár én nem nagyon találtam, már azóta mondjuk nem is kerestem, ugye sok cég csinálja már az európai raktárt, és akkor onnan is lehet rendelni. Nyilván azok valószínűleg azért drágábbak, mert valamilyen szinten ugyanúgy benne van a vám, de nem, hát, tehát áthárítják rád, de viszont nem kell vele kínlódnod, tehát bár most aztán már elég rugalmasan intézi a posta, nekem is hoztak valami apró kütyüt, és akkor a helyszínen kellett kifizetni a vámot, tehát nem kellett majd levelezgetni velük, meg ilyesmi. Nem tudom, nagyobb összegű dolgoknál hogy van, de ez ugye olyan összegű dolog volt, azt hiszem 120 euró volt az áfamentesség határa, és afelett még vámot is kellett volna fizetni, tehát körülbelül egy ilyen, hát egy 50-60 ezer forintot, egy 50-es még rá kellett volna szerintem számolni a pakra, de mivel ilyen valahol Lengyelországban, vagy nem is tudom, hol lépett be az Unióba, így mindegy, ez az egyik, hogy én megúsztam, de körülbelül, hogyha vámot is fizetünk, akkor egy ilyen 50-60 ezeret lehet számolni ugye az akkumulátorra, plusz egy 15 ezer forintot ugye a BMS-re, hát ugye 27%-os áfa, plusz még a vám, hogyha olyan kategóriába esik a dolog. Jó, tehát mondom, ennyi körülbelül, de találtok sokféle, lehet ilyen akciókat kifogni, stb., de azért vigyázni kell a kínaiakkal, mert sokszor azért tudjuk, hogy szeretnek lódítani, és akkor valami túl olcsó, az mindig gyanús. Valaki említette itt a komplett akkumulátorokat, hogy egyben vett, néztem én is ezeket, tehát lehet kapni különböző BMS-ekkel, ugye itt is befolyásolja, hogy mekkora BMS-sel veszük, tehát egy 30-40 amperes BMS-t olyan 15 000 forintért adnak ebből is, míg egy ilyen nagyobbat azért
úgy voltam vele, hogy inkább nagyobb legyen, bár nem tervezek olyan nagyon nagy fogyasztót, de nyilván egy inverterhez már azért kell, egy 1000 watt felettihez. Aztán, hát ez a komplett aksik ára, hát a kínaiak ugye, ezt tudom, hogy a kapacitásban amit szeretnek csalni, tehát hogy mit írnak rá, úgyhogy én mindenképp így magamnak szerettem volna megcsinálni. Még láttam ilyen bontásokat, hogy hogy van összerakva, és szerintem nem feltétlenül olcsóbb. Legelsőnek én Franciaországban láttam egy ilyen 100 pár amperórás akkupakot komplett készen, egy ilyen lakóautós boltban, ami tudjuk ugye nem a legolcsóbb, és olyan 1000 euró környékén volt. Ahhoz képest ez majdnem háromszor akkora kapacitású, és hát igazából még annyiba se kerül, tehát még 1000 euróba se kerül, még akkor sem, hogyha a vámot meg mindent ugye befizettünk szépen rendben. Úgyhogy ezeket elvetettem, nem tudom, valaki írta itt, hogy ilyen pár száz dollárért tudott venni 200 amperes pakkot, hát nem tudom, azt mondja, hogy használja és jó. Én nem találtam ennyire olcsón, általában mindig drágábbak voltak ezek a kész akkupakkok, de ha találsz valami olcsót és azt veszed meg, hát akkor szíved rajta, nyilván csak be kell rakni. És ha valaki azt hiszem a Jófogáson is árult itt Magyarországon, olyan 350 ezerért láttam a legolcsóbbat, és azt hiszem az is 200-as volt. Már nem tudom, mindegy, a Jófogásokat nézzetek szét, de ha kompletten veszitek, főleg Magyarországon nem olcsó. Biztonság kategóriát említettétek még, hogy így a rendszer nem teljesen biztonságos. Kellenek benne nagy olvadó biztosítékok, meg ilyenek. Ez is meg lesz, vannak jelenleg, mivel nincsen nagy fogyasztók, meg relatíve 7 négyzetmilliméteres vezetékeken megy ott a dolog. Nyilván az inverter, ha lesz, akkor az egy komolyabb kábel lesz rákötve. Ahogy majd meg is látjátok itt a tesztben, amit már egy kölcsön inverterre sikerült végrehajtani, de még majd lesz biztosíték is, meg ilyesmi. A doboz az marad így, tehát szerintem említették itt a ragasztót is, hogy majd elenged, meg ilyesmit, de szerintem nem lesz ott annyira bolygatva, úgyhogy jó van ez így, de nem fogok bántani, ugyanúgy, ahogy a fűtéssel se, bár majd letesztelem ezt a hőszenzorját, ugye van egy kis, hogy fagy védelemmel rendelkezik-e, úgyis a fűtőtest mellett lesz, tehát hogyha esetleg leesik a hőmérséklet, akkor előbb befűtök, mert nyilván meríteni lehet ugye ilyen állapotban is, ezért fűtés nem lesz. És még a BMS elhelyezéséről írtott valaki, hogy miért ide raktam, hogy nem ide kellett volna rakni, hanem állítva, igazából semmi jelentősége nincs, nem is nagyon melegszik gyakorlatban, próbáltuk már egy ilyen 1500 watt terhelésnél, szinte jelentéktelen a prospektusában is írják, hogy kicsit melegszik csak nagyon, tehát direkt passzív hűtésűt választottam, de nyilván, hogyha túl melegszik, akkor úgyis megáll, de nem lesz ez olyan nagyon durván terhelve, úgyhogy legalábbis folyamatosan, konstansan órákig nem lesz több 100 watt, vagy több 1000, vagy 1000 wattok rákötve, úgyhogy igazából alapjáraton fog itt ketyegni a dolog. Meg attól, hogy állítva raknám fel, szerintem semmivel jobban nem szellőzve, de nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy ennyit akkor így a komment szekcióról egyelőre, és akkor nézzük meg, hogy a körülbelül 1-2 hetes használat alatt milyen volt, 1-2 eszközzel leteszteltük, és hogy milyen problémák léptek fel azóta. Gyertek és tartsatok velem! Vannak a régi aksik, kikerült a helyéről. Ez ugye hát eddig két aksi volt, ugye bennmarad ez a kapcsoló, de most az egyik ága az le lesz kapcsolva. És még annyi, hogy amit majd meg kell csinálnunk, és rendkívül fontos, most, mivel az autó generátoráról ne történjen töltés, ezért ezt a relét, ezt most kivesszük. Ugyanis, mivel a belső állása nagyon kicsi ennek a lítium vasfoszfát akkumulátornak, így nagyon nagy áramot venne fel, és ez nem biztos, hogy a generátorra szeretné az autónak, bár most fel van töltve, úgyhogy egyenlőre csak a szoláról töltjük, majd a későbbiekben, ha minden igaz lesz, erre is megoldás. Úgyhogy teszem is be. Be lett kötve az inverter. Kölcsönbe egy 2000 wattos. És most megy róla egy kisebb fogyasztó. Egy hűtőszekrény egészen pontosan. Hopp. Látok, ezt ki kell, hogy takasztani. És akkor, ha megnézzük, most látjuk ezen a ketyerén, hogy 66%-on és 2,9 amper folyik ki, és mindjárt majd ráteszünk valami durvábbat. Most ugye közvetlenül vagyunk az akkumulátorra kötve,
ide, és ugye a negatív pedig ide a BMS után. Aztán meglátjuk, hogy valami keményebb fogyasztóval van egy 1500 wattos hajszárító, hogy akkor mit csinál, és megnézzük, hogy mennyire melegszik. Hát most semmi, semmi melegség nincs, úgyhogy jók vagyunk. 3,2 itt, lakatfogóval meg 3,8, majd mindjárt megnézzük, hogy nagyobb teljesítménynél rárakjuk a hajszárítót, akkor mit mutat. Na, bekapcsoltuk a hajszárítót, 66 amper itt, itt pedig 65,7, tehát így már közelebb áll a két érték egymáshoz, nagyobb áramfogyasztásnál. Mindjárt csapatjuk még egy kicsit, a feszültség az 12,9-re ment le csupán. Semmi melegedés nem volt, ez is tök hideg. Na most nézzük a 1500 wattos, elvileg ez olyan 8-900 watt volt csak. Na nézzük. 155 amper. Igen, 155 amper és a feszültség 12,5. Itt is 158. Most egy 1000 watttal vagyunk megterhelve, vagy durván, ez ilyen 88-90 amper körül van, és 12,7 a feszültség. Hát ugye nem nagyon kottyan meg neki. Az inverter az 1500 wattos, azért a kábel melegnek már meleg. Az, vagy a BMS az abszolút hideg. És a terminálok közül is. Hát a negatív terminál az kicsit melegszik. Lehet, hogy azon még húznunk kell. De jó bírja, szerintem. Nem lesz vele gond. Eltelt egy 2 hét körülbelül, hogy használtam az aksi pakkot, ugye amit már be is építettem a lakóba, de hogy miért is van itt megint? Hát azért, mert történtek dolgok, kaptam több kommentet is, hogy milyen hibákat védhettem. Ugye én abban az alapon voltam, hogy a cella feszültség alapból, tehát 10 voltra, vagy pontosabban 100 voltra, 1-2 század volt eltéréssel szinten voltak a cellák. Most viszont tök jó működött meg minden. Benne volt az autóban, ugye szoláról töltött, a generátoros töltést egyelőre kiiktattam, tehát az autó generátora nem töltötte. Viszont, ahogy feldugtam a 220-ra, olyan 70-80% között lehetett a pakk, ugye ez a SOC értéke, hát ennek a kalibrálását is lehetne a BMS-ben állítgatni, de mindegy, tehát alapesetben ilyen 70-80%-on volt, és ahogy feldugtam a rendes 220-ra, rajta volt egy éjszaka, és másnap arra vett figyelmes, hogy az egyik cellának, ugye be is dobott egy ilyen hibakódot a BMS, hogy az egyik cellának a feszültsége az bizony 4 voltra kúszott fel, ami hát nem egészen egészséges, révén főleg azért, mert a BMS-be az egyes cellákhoz maximumnak 3,75 volt beállítva, tehát a BMS-nek le kellett volna kapcsolni 3,75 voltnál, amit nem értem, hogy miért nem tette meg, ez a gyári érték így szerepelt benne, és ehelyett felment 4-ig, és ugye bedobta a hibakódot, utána meg is állította a töltést, de nem tudom, hogy miért engedte fel 4-ig. Tehát most következő a helyzet, hogy az egyik cella az 3,60 valahány van, tehát egy 3/10 volt különbség van, a többi az helyek közel egy 1/10 volt talán van benne, úgyhogy most szétszedtem a pakkot, ahogy itt javasoltátok, ugye most meg van bontva itt a dolog, és most azt csinálom, ugye ez az a cella a 2-es, amelyik egy kicsit magasabb feszültségen van, mindjárt meg is mutatom, hogy melyik mennyin van, ugye ez most töltődik, azért nem mutatom, hát most a polaritás nem, ez 3,62, tehát ez az, amelyik a pibis, 3,33, mert egy között van egy pici azért, és 3,33. Tehát a 3-as, 4-es az helyek közel egy szinten van. A 2-es ugye az nagyon el van szállva. Nem értem miért, és ezt most ugye töltöm. Mindjárt mutatom, hogy mivel. Csak így egy kézzel kamerázni is meg minden. Ez pedig 3,38, most nem tudom oda vinni a kamerát. Tehát ezzel a 2-essel van valami bibi, most hogy reméljük, hogy nem a cella lesz a hibás, mert akkor ezt
tök jó lesz. És hát akkor se kuka az egész, de akkor ez lesz a leggyengébb láncem. Úgyhogy most meglátjuk. Ha és most egyesével manuálisan ki fogom balanszírozni. Hát jobb ötletem nem volt, mivel labortápegységem nincs, így marad az autós töltő. És ugye ezt a CCCV töltést említette itt valaki. Hát elvileg ott rá van írva, hogy CCCV, tehát elvileg ezt tudja, ez egy DC-DC konverter, és akkor itt a 12 voltból most itt csináltunk neki 3,55-öt, azt hiszem. Ezt írta valaki, hogy első lépésnek ennyire töltsen fel. És olyan 4 amper van beállítva most töltőáramnak, hát elvileg 10 amper tud az a DC-DC konverter, de 3,38, és szépen megy fel, mert alapból hát egy pár tized voltot húz fel, de azért kell ennek majd idő, úgyhogy manuálisan most figyelgetnem kell, és hát ezen meg valahogy, hát végül is nagyon nem kéne meríteni, mert szerintem 3,65-re fel lehetne tölteni, tehát azt is mondhatjuk, hogy ezeket kéne ide felhozni ehhez, és akkor meglátjuk, hogy mi fog történni, úgyhogy hát most ez egy darabig be fog járni, majd itt figyelgetem, mazsolázgatok, aztán majd jelentkezek, hogy mi a helyzet. Közben beiktattam annyi módosítást, hogy itt láthatjátok, hogy beiktattam ezt a kis mérő cuccost. Sajnos a DC-DC konverter elég kellett, hogy rakjam, bár az van rájva, hogy 0-tól 60 voltig, de majd olyan 7 voltnál kezd el beindulni, úgyhogy muszáj voltam a 12 voltos oldalra rakni, és akkor hát 1 amper és olyan 3,75 volt a töltőfeszültség, ugye terhelés nélkül. Ha 3,55-re állítom be, akkor csak olyan 0,9-et vesz fel. Úgyhogy most ez egy szépen elketyeg majd egy darabig. Na, hát ezek a problémák léptek fel, úgyhogy most, mint látjátok, jelenleg is itt zajlik a balanszírozás. Aztán reméljük a legjobbakat, ugye ezt a top balanszot, bár már most utólag megnézve itt eltem videókat, más is csinálta ezt, aki konkrétan ugyanezt a cellát rendelte, csak ott valamiért akkor elkerülte a figyelmem. Úgy voltam vele, hogy ha az alap feszültségen vannak a cellák, tehát a 3,25 volt környékén volt, mindegyik egy pár század volt eltéréssel, de úgy látszik, hogy ez a top balanszról megfeledkeztem, úgyhogy most ez folyamatban van, 3,65-ig fogom szépen feltölteni mindegyiket, hát elég kicsi ez a ketyere, de majd szépen lassan felnyomja, aztán utána meglátjuk, hogy akkor hogy fog alakulni, mert most egy kicsit itt szétcsúsztak elég rendesen a dolgok, meg az a 3 tized volt különbség, az nem nagyon tetszett ott a cellák között, úgyhogy a BMS-t azt továbbra sem értem, hogy miért nem tiltott le 3,75 voltnál, bár arra van beállítva, nem tudom, rejtély, meglátjuk, úgyis jelentkezek még ebbe a témába, most egyenlőre megy a balansz, aztán majd meglátjuk, mi lesz, reméljük a legjobbakat, köszönöm, hogy velem tartottatok, kommenteljetek, ha nem válaszolnék, ne ijedjetek meg, majd fogok, vagy e-mailben is akár, de azért igyekszem, csak hát, na, mindenkinek nem látom értelmét, úgyis lesz majd válasz a folytatásra, vagy a folytatás, és abban majd kitérek itt a tapasztalatokra, meg ilyesmi, amik időközben jönnek, mert látjátok, mindig jönnek közbe dolgok, mindig tanul valamit az ember másoktól, úgyhogy ennyi. Na, egyenlőre töltekezzünk, viszlát, sziasztok!